nem tiltott Magyarországon még most az, hogy a te nagyapád, dédnagyapád paradicsomát újra elvesd. Ez milyen csípős paprika? Piros. Ez a cayenne paprika. De ilyen cayenne paprika? De... Tudsz rakni pörkölybe és meg magnak is. De mi beleszeszek egy ilyen fűzérrel a pörkölbe, nem igen hiszem, hogy azért nagyon elfogy. Mert ez annyira erős? Nem, ez nem annyira erős, ez egy gyengécsim. Hát azért ez bele van azért téve, azért megdobja az itt. Hát az egészet nem rakja. De ezt ki hozta? Én. Ja, te hoztad, ez a, ja. Nem szerem ki a magját, mert jó pörkölés. Nekem nincsenek magát. Ja, értem, dupla haszon. Ennek a videónak az elkészítését az Anivet Direct támogatta, ezúton is nagyon szépen köszönjük. Negyedik alkalommal rendezik meg így 2023 februárjában a magbőrzénket. Ez a fenntartható visszafejlődés helyi tanya közösségének a magbőrzéje. Azok a tagjaink jönnek el, akik egy-egy kis közösség kertészei, és kertészeti termékeket tesznek be a közösbe cserére. Nagyon érdekes vetőmagok vannak, többfajta csemege kukoricát láttam. Láttam még többféle paprikát, paradicsomot, tájfajták tömkelege, sőt olyan fajták is vannak, amik fajtában nem is sorolható paradicsomok, mert egy-egy idős bácsinak vagy néninek a paradicsom magjából van felszaporítva. Van egy igazi kukorica különlegesség is itt a termékek között, a Debreceni Egyetemről kaptunk belőle számtalan oltóveszőt és alanynövényt is találunk. Az oltóveszőkből például húsvéti rozmaringalma, arabitka körte, nyári kálmán körte, és hogyha jól láttam, még magyar kajszi is. A kertészeti növények mellett természetesen megtalálhatóak az asztalon kolbászok, tojások, lehet itt hozzájutni mindenféle élelmiszerhez, tejtermékekhez, vajhoz, tejhez, de van, aki a házi tésztáiból hozott egy egész sorozatot, amiket szeretne vetőmagokra, illetve oltóveszőkre cserélni. Az a tendencia Európában és Amerikában is, hogy ezek az összejövetelek tiltott dolgok. Azért, mert nem vethetőek vissza a vetőmagok, ugyanis a világ gazdaságot irányító embereknek az érdeke az az, hogy ne tudjál vetőmagot visszafogni, hanem mindig az ő hibrid vagy genetikailag módosított vetőmagjaikat vedd meg, és szaporítsad a kertedbe, illetve abból termesszél. Úgy jártunk egy ilyen hibrid napraforgóval, a leggyönyörűbb napraforgónk az egész közösségben nekünk lett, hatalmas 40 centis tányérokkal, és ez egy visszavetett napraforgó mag volt, és képzeljétek el, hogy amikor törögettük a napraforgó szemeket, akkor egy sem volt bennük, amiben lett volna mag, a tányérba, a hatalmas gyönyörű tányérokban minden szem meddő volt. Ez is annak a jele, hogy ezek a hibrid vetőmagok, amiket nagy cégek Magyarországon is forgalomba hoznak és árulnak, ezek nem foghatóak vissza és nem szaporíthatóak tovább meddők. Sőt, babot van, hogy úgy adnak csak ki, hogy a leszedett termést, azt kötelező vagy fagyasztani, vagy kénnel a csíra képességét elölni, és ezt aláírja már a mezőgazdasági vállalkozó, hogy véletlenül se kerüljön utána fogott magként vetőmag a további termesztésbe. Magyarországon jelenleg nem tiltott a vetőmagoknak a gyűjtése, nem tiltott Magyarországon még most az, hogy a te nagyapád, dédnagyapád paradicsomát újra elvesd. Nem tiltott, hogy a közösségbe, szomszédnénivel, bácsival te cseréljél magokat, kicsíráztasd, palánta legyen belőle, és azt tedd a kertedbe. Viszont Amerikában, egyes államokban már ezért börtönbüntetés jár, de Európában is több országban tiltott a vetőmagfogás. Magyarországon is a jogi szabályozást én ebbe az irányba látom haladni, mert az Európai Uniós támogatási rendszer csak akkor vehető igénybe, természetesen ez azokat a mezőgazdasági vállalkozókat érinti, akik vállalkozásszerűen végeznek kertészeti tevékenységet, mert vetőmagok fémzárral vannak ellátva, tehát valamelyik nagy cég vagy nemesítő állomásnak az ellenőrzött hibridjei és termékei. Köztermesztésbe hazánkba genetikailag módosított szóját és kukoricát nem lehet még most tenni. Ez pontosan azért van, mert egy genetikailag módosított növény minden egyes kis apró mikroszkópikus testi sejtje tartalmazza a genetikailag módosított DNS szakaszt. Tehát minden egyes DNS-ében ott van ez a módosított gén. És gondoljunk csak a vörösfülű ékszerteknősre, ami a mocsári teknőseinket fenyegeti, hiszen az egy ekkora valami, ami szabadon engedés következtében, kiszabadulás következtében az egyébként fokozottan védett mocsári teknősünket néhol már a kihalás szélére sodorta, hiszen egy agresszív, invazív faj, ami elveszi tőle
az életteret és a táplálékot. És ugye pehünkre áttel el a vörösfülű ékszerteknős is, ezért is a vörösfülű ékszerteknős nem szabad Magyarországon már szaporítani. Ez az oka. Na most, hogyha egy ekkora vörösfülű ékszerteknős nem tudtunk az akváriumon belül tartani, akkor gondoljunk bele a több millió pollent, szabad szemmel sokszor nem látható kis virágpor szemeket hozó kukoricára, vagy akár paradicsomra, aminek akár rovarok, akár a szél a pollenjét viszi szana szét, és akkor ezekbe a pollenekbe lévő genetikailag módosított DNS, az simán a vad növényekkel fog kapcsolatba lépni, megtermékenyíti őket, és ebből az a dolog fog felállni, hogy sodródik ez a genetikailag módosított gén, és ennek a sodródásnak a következtében a hazai természetes növényvilág sérül, pótolhatatlan károk fognak bekövetkezni, akár hogyha nézünk egy olyan génszakaszt, ami mondjuk rovarölő. Amit mondjuk azért tesznek a növényekbe, hogy elpusztítsa azokat a rovarokat, amik őt megrágják. Ez a Bacillus thuringiensisből származik, átteszik a növényekbe, és akkor a rovarok, amik beleesnek, elpusztulnak, így nem lesz rovarkár az adott területen. Gondoljunk csak bele abba, hogy mi van akkor, hogyha egy ilyen rovar pusztító gén kiszabadul a természetbe, a szomszédtáblákon és a vad növényekbe is, ugye megporzás és esetleges továbbszaporodás révén jelen lesz. Képtelenek voltunk az ekkora vörösfülű ékszerteknőst az akváriumon belül tartani, akkor természetesen képtelenek leszünk ezeket a módosított genetikai állományú polleneket táblán belül tartani. Ezért is felháborító számomra az, hogy az egyik legnagyobb ilyen technológiával dolgozó cég, az nem régen hova telepedett le Magyarországon, na hova csinálta meg a központját. Magyarország egyetlen, és egyébként Európa legnagyobb génbankja mellé, ami génbank azt a célt szolgálja, hogy felszaporítsa a hazai őshonos és tájfajtákat zöldségekből és növényekből. Erre hivatott in vitro és laboratóriumokban is zajlik ez a felszaporítás és a magoknak az őrzése. Na, mellé telepedett le közvetlenül hazánkba ez a cég. Azért mondom azt, hogy a jogi szabályozás arra felé halad, hogy a kiskertekben sem lehet majd idővel megcsinálni az ilyen magbőrzéket és a visszafogott növényeket. Ami egyébként nagyon nagy hátrány és nagyon súlyos károkat okoz, és amíg a fenntartható visszafejlődés csatorna meg lesz, amíg lesznek tanyas emberek, addig nyilván ezt megpróbáljuk majd minden lehető törvényes eszközzel megakadályozni azért, hogy megvédjük a ránk bízottakat, megvédjük nem csak a mezőgazdasági, hanem a természeti értékeinket is. Nagyon fontos, hogy gyertek össze ti is az ismeretségi körötökbe, nálunk egész délelőtt zajlik ez az esemény, jönnek, mennek a közösségi tagok, és cseréljetek ti is, cseréljetek az utcába, cseréljetek a faluba, a tanyákon, a barátokkal vetőmagokat. Persze ez nem most kezdődik, ez úgy kezdődik, hogy a tavalyi év végén a legjavából a termésnek kiveszitek a magokat, és ezeket megfelelő módon tároljátok. Ez a magbőrze nem itt a grill teraszon szokott lenni, hanem lent a füves területen, viszont elkezdett esni az eső, és éppen ezért, mivel ugye a vetőmagok nem jó, hogyha megáznak, ilyen gyors csereberék működnek most itt a grill teraszon, mindenki igyekszik minél előbb cserélni, és aztán sokan mennek is haza, például Hajdubagosról is idejöttek Ceglédre, vagy a Komárom-Esztergom megyei Kocsról, a K.O. chili termékek egy gyártó, Robi is itt van, akinek elég kellendőek a chili termékei, elég kellendőek a chili vetőmagjai is, és itt megtalálja a gazdáját gyorsan. A cseréket általában a kölcsönös nagylelkűség vezérli, vannak olyan tagok, akik sok esetben nem tudnak még megfelelő értéket vagy mennyiséget hozni, viszont ők is elégedetten és rendes induló magcsomaggal tudnak innen távozni. A magok között egyébként gyorsan futok egy kört, hogy elmondjam, hogy mik vannak. Megtalálhatok itt a sütőtököknek a különböző fajtái, spárgatök, retkek, mindenféle formájú retek, de például búzavirág is van, kék búzavirág, rengeteg saláta és zöldségek. Gyerekeket is láthattok, akik rajzokat cserélnek a felnőttekkel virágmagokra, vetőmagokra, hogy az ő kiskertjükbe is lehessen. Hadd nézzem meg Bojtorján a metciollót. A Bojtorján, jaj, leesett a metciolló.
ilyen meciollókat készített egy meciolló körberajzolásával, és ezeket cseréli, úgy látom most éppen Péter Borival fehér kolbászra. De több gyerek is készített rajzot, mert ők is szeretnek kertészkedni, és a kiskertjeikben fontosnak tartják azt, hogy minél többféle dísznövény vagy éppen retek legyen, mindenki a növényeket cseréget, amit szeretne tenni. Van tojás is, és ami egyébként számomra határeset, de végső soron nem egy magyar szója tájfajta. Ez a magyar szója tájfajta, ez nem genetikailag módosított, Nagy Mélykuti Gergőnek a magszaporításából származik. Amit én személyesen előnyének tekintek, az az, hogy ez egy magyar tájfajta, és hogy nem GMO szója. Mert ugye köztermesztésben GMO nem lehet, de nem köztermesztésben igen. Nyugodtak lehettek a parasztkolbászba, a csokoládéba, és mindenféle élelmiszerbe, amit a hipermarketben megvesztek, nem ilyen szója van, hanem természetesen abban az amerikai import genetikailag módosított szója van. GMO szója 2004 óta van ez Magyarországon gyakorlatban, és megkockáztatom azt ebbe a műsorba, hogy azóta statisztikailag ki lehet mutatni, hogy mennyivel több krónikus vastagbélgyulladásba szenvedő ember él Magyarországon. Ezt a kimutatást egyébként a 10 éven aluli gyerekekbe olvastam. Ez a szója, én ezt se szeretném isteníteni, hiába tájfajta és valószínű, hogy táj, tehát régóta itt termesztik. Ne felejtjük el, hogy fitoösztrogén ebbe is található. A fitoösztrogén egy olyan anyag, ami a női nemi hormonhoz, az ösztrogénhoz hasonló, ugye ösztrogén, fito, az növényi, tehát egy növényi ösztrogén, ami ugyanoda köt be az emberi szervezetbe, mint az ösztrogén nevű női nemi hormon. Gondoljunk egy férfi teste szójából nap, mint nap, a péksüteményből, a kenyérből, a felvágottból ilyen női nemi hormonokat kap, és nem is csodálkozok azon, hogy amikor megállok egy iskola, vagy egy középiskola előtt, és ott a kijövő gyerekekről ránézésre nem tudom eldönteni, hogy melyik a fiú és melyik a lány, és ugyanezt mondjuk nehéz eldönteni nyáron rövidgatyába, pólóba is, mert lassan a fiúknak az elhízás és a növény ösztrogémiak nagyobb melle van már, mint a korosztályukban lévő lányoknak. Felelős továbbá a fitoösztrogén még az elnőiesedés mellett a spermiumok gyenge termékenyítő képességéért is, az embernél, a férfiakról beszélek, melynek következtében ugye a meddőség az soha nem látott méreteket ölt. Mi a tulipános tanyán a szóját teljesen kiiktattuk az életünkből, ezt a napot kivéve a tulipános tanyán nincsen szója, se őshonos, se tájfajta, őshonos szó egyébként szerintem nincs is, se pedig amerikai import, még a takarmányban se, minden takarmány is, amit etetünk, szójamentes. Tehát ez volt egy ilyen szója, de vannak különféle tészták is, házi tészták, házi tojásból, melyet a tagjaink készítenek, és kerülnek itt cserére gazdákhoz. Tojásokat hoztak, a fűrtojás mellett tyúktojás is megtalálható. Ezek mik ezek az üvegek? Itt ilyen kis üvegekben vannak valamik ezek, nem tudom, hogy mik. Sziasztok, sziasztok! Ezt a sivatagba, tehát a Szaharába vetették, és tengervízzel locsolják, és ugyanúgy megér. Ez több díjat nyert, ez külföldön, nagyon híres ez a kukorica, egyedül Magyarországon nem. Kriszti, mi is cserélünk belőle. Van egy tiltott dolog is, ezt kiviszem megmutatni, de ez csak úgy tiltott dolog, mint ahogy mondjuk Hollandiában egy ilyen alkalmat tartani, vagy Amerikában magot fognak vissza. Gyere, Janó, tudom, hogy nem tiltott. Mák! Itt van a mák, a kedvencem a mákos tészta, de nyilván vannak, akik a szárát karcolgatni jobban szeretik, de én a mákos tésztát jobban szeretem. Szeretettel köszöntöm Barabás Jánost, a Baratanya gazdáját. Janó, adok neked hangot. Igen, hallani, amit mondok ugyanúgy? Janó, mi ez a mák? Ez ceglidi tájfajta. Ilyen magokat kell mindig felszaporítanunk, ez a feladatunk, és ezt továbbadni. És ezt is azért hoztuk, hogy itt, ha valaki jön, akkor megfúrjuk, és akkor mindenki tud belőle majd vinni. Én szeretnék ebből, mikor kell a mákot vetni? Még most is időben vagyunk, még most is el lehet vetni, nem csak sekélyen kell, nem kell mélyen. Szereti a vizet, viszont arra figyelni kell, hogy vízigényes növényről van szó. Gyönyörű a virágja, nagyon jó illata van, és mi nem a zöld gumóját szeretjük, hanem a szárazat.
Igen. És ami és benne van. Ezzel szerintem itt valamennyien így vagyunk, a igen. mákos tészta, a mákos kalács, igen. és a meggyes mákos sütemény, hát ennek párja nincsen. Kis mennyiségbe termelhető otthon, bárki termelheti. Azt de szeretném régen... kérdezni, hogy ebből mi is cserélhetünk most veletek? Tehát jut ebből még a tulipán azt a nyára? Igen, jut, és de én régen ez volt a gyerekeknek a játékszere. Csörgő, igen. Igen. Én gyerekkoromban is csörögtünk, de kisebbek voltak szerintem, és a rosszabb, inkább gömbölyek, a gyengébbeket igen. adták biztosan. Hova vessek én ebből szerinted a múlcsra, tegyek egy sort, vagy pedig próbálkozok a Valipinibe is tenni? Rakhatsz a Valipinibe is, persze. Hát ahol termet alajod van. Mert az lenne a lényege, hogyha pár szem mákunk van, nyilván abból idén nem fogunk mákos tésztát tenni, de, hanem ez arról nem? szól, hogy szaporítsuk föl, és jövőre már annyi de legyen, miért nem tudsz idén? Hogy ellássuk. Hát mert nem fogok, hogyha adsz nekem ebből mondjuk egy köpcentit, azt igen. nem tudom, hogy hány szem, akkor azt az egy köpcentit el fogom vetni, és akkor azt még első éven vissza fogom fogni azt a vetőmagot. Nem? Az a lényege? Nem, ebben nagyon nagy a hozama. Nagyon mi, nagy? Mi nem is tudom, ja. nem tudom hány darab magot, mi is nagyon keveset kaptunk, és mi is most már tudunk belőle adni. És mi már ettünk belőle mákos tésztát. Jó, légy szíves, ne cseréld el az összeset, mert én még mást is szeretnék. Nem tudom az összeset, mert már csak egy van. Azért belőle a szemeket, és akkor majd... tudunk adni meglepetésoltó veszélyt, vagy pedig bármilyen tejterméket cserébe, jó, de vagy mondjuk csinál. Vajat. És már megint zörgök a felvétel alatt. Nem baj, de az jó lesz bele. Ez pattogatni való kukorica. Is. És valamilyen tájfajta. Ezt a rajta lévő sorokból látom. De mi ez pontosan? Ezt a kukoricát dr. Karmár Gergelytől kaptuk, a professzor úrtól. Ezt most fogjuk újra föl nemesíteni, vagy föltermeszteni. Többféle hasznosítással jó. Ez bokor kukorica, ez bokorban nő, több hajtást hoz, nem fattyat, hanem több hajtást hoz bokorban. Csemeg a kukoricának is elhető, takarmák kukoricának is elhető, és pattogtatható is. Ennyiféle fajta, ez még talált otthon egy maréknyi kukorica szemet pár évvel ezelőtt, és most ennyi lett felszaporítva, és mi kaptunk belőle ennyi, tehát ennyi vetőmag van, ami most itt van. De mi a Valipinibe teszünk majd, hogy idő előtt legyen. És 500 méteren belül ne legyen másik. A Valipinibe teljesen mindegy. Értem. Mikroklimára figyelj. Ja. Ennyi zia. Ez mi? Kerti zsázsa. Kerti zsázsa. Itt az acskokkal közben csörgünk. Ez mi? Ez galagonya? És beszélsz a galagonyára egy kicsit? Szilvi beszél a galagonyára. Szilvi beszél a galagonyára, gyere a fényre. De majd káocsilit azt cseréljünk izére. Káocsilért adjál tejterméket innen. De vannak káocsiliaink. Közben még a feleségem itt operatőrködik, és én meg az érdekesebbnél érdekesebb növények szaporítanyagait hozom ide, addig a gyerekek mindenünket elcserélik össze-vissza. Nem baj, hát most ők lesz a szerep. Köszöntelek Szilvi, Hajdubagosról nem kis utat tettetek meg, hogy itt legyetek a magbőrze délelőttjén. Én tudom mi ez, de mondd el te. Szóval ezek galagonya bogyók. A galagonyát azért szeretem, mert természetes szívgyógyszer. Van, aki a hajtásvégeket szokta kiszállítani, teába tenni, én a bogyóját szeretem, azt így be is lehet kapni, megenni. Szedjük a gyerekekkel, elmegyünk együtt, közösen leszeregetjük, a kályha mellett kiszállítom, és akkor teába, ha csak egy bögre teje, akkor egy-két bogyót belerakok. Ha egy egész kannával csinálunk, akkor ilyen 4-5 bogyót beledobok, és akkor immunerősítő is, megmondom, a szívre jótékony hatása van. Nekem van galagonya bokrom, az első növények között van, amit ide a tanyára hoztunk, és minden évben terem is, de valahogy soha nem csináltuk, mert nem tudtam, hogy mondjuk te át a leveléből kell, a virágából, vagy pedig magából a terméséből. Hát én a termését szoktam beletenni, de úgy, hogy tehát egy másokkal kombinálva. Tehát ezt csak így extraként belerakom a teába. És közben mondjátok, hogy izzik a galagonya magába. Persze, verselünk, hogy kántálunk, hát ha jobban halt. Nagyon jó. Enélkül is működik. Köszönjük szépen, miket cseréltetek már most eddig? Hoztunk kukorica vetőmagot, kaptunk érte K.O. Chili Barbecue-t, úgyhogy azt már alig várom, hogy hazamenjek és megkóstoljam, mert a kedvencem. Mit kaptunk még? Fokhagyma magokat. És még most megyünk tovább. Tovább. Gyűjtsetek, jó? Nem is tartalak fel, mert elfogynak a jó dolgok. Köszönöm, hogy ilyen messzire eljöttetek. Mi is köszönjük. Na, nem találkoztunk. Szia, Zoli! Zolira bizonyára emlékeztek, amikor ünnepeltük itt a
tavalyi tanyasi, tavaly előtti tanyasi a konferencián az igen. első tanyasi éjszakátokat. Igen, igen. Igen. Isten értessen beleteket az első tanyasi éjszakátok alkalmazni. Nagyon örülök, hogy a napsugártanya, ugye jó? Napsugártanya, igen. Nagyon örülök, hogy a napsugártanyáról elérkeztetek ide hozzánk, és láttam azt, hogy gyönyörű Jersey tehén van, és igen. hogy mennyi tejet sikerült felni a Facebookon, éppen igen. láttam a hát most próbáljuk képeket? Átadni az utódnak, ő a volt kollégának a kislánya, úgyhogy hát mióta két állatunk volt a tanyán, akkor jöttek először is szétnézni, és akkor utána ő már kijelentett, hogy szeretne ott aludni, úgyhogy most egy hónapban egyszer-kétszer a hétvégéket ott tölti, úgyhogy most például keddig lesz nálunk, mert most egy kicsit úgy betegeskedett, és akkor mondta Enc, hogy hát hozzátok le ide, majd megtanulja itt a kutya fittyet nálunk, úgyhogy aztán most itt van nálunk most keddig, de hát ő folyamatosan az állatok az élete, tehát nem érdekli semmi, se telefon, semmi, az anyáikat nem képes felhívni, hogy jól van, és akkor folyamatosan, tehát annyira beleszeretett ebbe a tanyába, hogy éjjel-nappal itt van, hordja a tojást, kezeli az állatokat, trágyáz, mindent, amit csak el tudsz képzelni, mindent, úgyhogy nagyon örülünk, hogy... És hogyha jól értem, volt kollégádnak a gyereket, nem is rokon, igen. Nem is rokoni, és nem is értik, hogy ez honnan jött ez föl neki, hát annyi, hogy eljár lovagolni ott, ahol laknak ott abban a városban, és akkor, de azon kívül sem nem is értik, hogy ez hogy jött ez az állat szeretet, meg maga a tanya, meg mi, alig várja, hogy... És mennyi idős a kislány? 6 éves. 6 éves? Igen, hat éves. Én mondom, hogy 7-8-nak kifeltem volna ki, 6 éves. Éves. Igen, nagyon igen. komoly, és így igen, ott megmaradni, de ez igen. is azt példázza, hogy a gyerekekben lévő ösztön az valahol inkább a természetben igen. és a teremtett világba visz, mint mondjuk az épített igen, igen. környezetben. De hát megfigyeltük például, hogy a baráti körünkben vannak olyan gyerekek, akik jönnek, és akkor az eltelik egy fél óra, és akkor kérdezi az apját, hogy apa, mit csináljunk, mert én itt unatkozom. Tehát ez is azért úgy változó dolog, de például őnála soha fel nem merül az, hogy most egy telefont elővegyen, egy tévét, vagy van semmi, csak kint, állandóan kint, folyamatosan, úgyhogy akár esik, akár fúj, folyamatosan ez, hogy őt annyira szereti ez, meg annyira leköti. Érdekes dolog, még nem találkoztunk ilyennel. Igen, úgyhogy akkor egy unoka igazából, egy unoka. Hát Encének meg mindig szíve vágya volt, hogy egy kislány, úgyhogy ez most pontosan kapóra jött, hogy akkor állandóan. Most már ki is jelentette a múltkor, hogy hát szinte úgy érzem magát, mintha otthon lenne. Hál' Istennek úgy azért azt veszük észre, hogy ugye a barátok is elfogadták ezt, hogy mi ebbe belevágtunk, meg hát kezdjük azt látni, hogy úgy megértették, hogy mit akarunk mi csinálni. Főleg most mióta ez a rengeteg állat itt van, úgyhogy azóta jönnek, viszem őket lovacskocsizni, akkor ott akarják nézni a fejést, akkor a Enci készíti a sajtokat, akkor ott a kóstolók, egyebek, úgyhogy nem az van, hogy csak most kiugrunk egy fél órára, hanem 2-3-4 óra hosszát is eltöltenek, úgyhogy észre se veszik, hogy az idő eltelt, készen vagyunk, hogy figyelte, nekünk dolgunk van, menni kell fejni, etetni, trágyázni, maradjatok, üljetek, majd mi jövünk mindjárt kész. Szívből örülök ezeknek a korai sikereknek, és látom azt, hogy a cseretáblázatból nagyon szépen fejlődött a tanyátok, és nagyon sok termék már megtalálható. Most magbőrze van, magbőrzére jöttetek, mi az, amit cserélni szeretnétek, vagy amit fogtok vinni? Hát Enci hozott ilyen különböző magokat, akkor hozott egy pár lekvárt, mert ugye úgy magokból még annyira sok mindenünk nincs, mert a kertészetünk az még a tavalyi év az nem sikerült úgy, hogy már homokon vagyunk, és sok minden az a baj, hogy nem fejlődött. Tehát hiába locsoltuk, akkor rájöttünk, hogy az a terület nem jó, amiben mi gondolkodtunk, hogy ez nekünk kertnek jó lenne. Most egy teljesen új környezetet alakítottunk ki, betrágyáztunk mindent, ugye most már folyamatosan, mióta ilyen nagy állataink vannak, azért folyamatosan van trágyánk, saját nem kell elmenni a szomszédba trágyáé, és akkor most egy teljesen új területet fogunk bevonni ebbe a művelésbe, ahol saját palánták, a valipini szóba van, hogy most már nem, szerintem hozzá fogunk rövidesen fogni, hogy jön a gép, és akkor kiássam, mert azért ez kézzel mégiscsak egy húzós munka lenne, és akkor hát folyamatosan fejlődünk ebbe. Ez a közösségnek a negyedik magbőrzéje, és ennek a záró akkordja, Terecskei Robi barátunk előadása lesz, akit megkértem kicsit a meteorológiai dolgokat foglalja össze, mert látjuk azt, hogy a helyzet az úgy, ahogy eddig gondoltuk, illetve általában nem mi, hanem a többség, úgy nem lesz fenntartható. Abból is látszik, hogy az éghajlat folyamatosan változik,
felmelegedést tapasztalunk, soha nem látott csapadékhiány van az országban, ami nekem meggyőződésem most is, és ezt valami csatornán is korábban is vártam, hogy ez a csapadékhiány, ez az aszály, ez mesterséges. A történelem során soha ekkora aszály nem volt, vagy ha volt is, akkor a kutakban a víz megmaradt, és ezért maradt meg az élet itt a Duna-Tisza közén, ahogy történész barátunk Zsoldos Attila is ebbe megerősített minket. Tehát az ellenséget egyelőre nem látjuk, aki ellen harcolunk, viszont enni kell, és ami a legfontosabb, és szerintem ami a legjobb harc, az, hogyha pénzt nem adsz neki, tehát magad termeled az élelmiszered, magad termeled a kertészeti és az állati termékeket, és ezért jöttünk itt ma össze. Általában minden évben az első ilyen szakmai rendezvényünk ez az, ahol a vetőmagjainkat, oltóveszőinket, vetőgumókat cseréljük ki, és annak külön örülök, hogy tejtermékek, sütemények, lekvárok és gyönyörű szép kézi munkák, szőttesek is most már a termékek mellé kerültek az asztalra, nem beszélve a K.O. Chili termékeiről, amit most is a gyerekek a hátsó sorba kanállal esznek. Át is adom a szót Tereské Robinak, és most tényleg kettő lesz? Nem, egybe fogom venni. Jó, oké, de toljad lazán, jó? És ne bánsd meg, légy szíves, azokat se, akik még elvonadottak, és nem a geocentrikus világképet vallják. Megpróbálom őket nagyon nem megbántani. Kezdeném akkor a rövidebbik és egyszerűbbik előadással, ami hát elsődlegesen szól azoknak, akik geocentrikus lapos föld elméletben hisznek. Tehát itt alapvetően az van, hogy a klíma, ami van és körülvesz minket, ugye ezt nyilván ez történik egy tányér alakú valaminek a tetején, amin van egy sajtbúra, körülveszi egy jégfal, és hogy ebbe milyen, tehát ez nem mozdul, e körül kering a nap, meg a hold, meg az összes többi minden, hogy ebben fizikai magyarázata mi lehet annak, hogy klíma van, meg klímaváltozás, ezt nem tudom megmondani. Nagy valószínűséggel a gyíkemberek így állították be a klíma vezérlő berendezést. Ha valakinek esetleg nem tetszik, vagy módosítani szeretne, akkor írhat egy petíciót az illuminátusoknak, és akkor talán átkapcsolják a gépet másik üzemmódba. Feltételezve, hogy a történelem során történt dolgok, az ilyen glaciális, meg interglaciális időszakok, ezek valóban voltak, tehát nyilván a gépnek több üzemmódja is van, meg kell kérni az azt szabályzó és irányító személyzetet, hogy megfelelően állítsa át. És akkor ennyit erről a részéről, tehát aki szeretne fizikai magyarázatot a klímára kapni, akkor higgyünk el néhány alapvető tézist. Az egyik az az, hogy egy gömb alakú, nagyméretű lávalámpa tetején ülünk, ami egy ilyen tojáshéjszerű kis vékony héjon. A belsejében nukleáris bomlás által működik ugye a hőkonvekció, az olvadkőzet fölmegy, és akkor kint meghűl, és akkor lesz belőle úgynevezett földfelszín, vagy földkéreg, ez így mozog, meg jön meg. És ugye ennek vannak bizonyos hatásai, tehát a kontinensek vándorolnak. Egyébként ez a labda alakú lávalámpa, ez forog, és egy úgynevezett izzó tüzes plazmagon körül nevezük napnak, ez így kering. Sőt, nem csak egyedül, mert hogy kering körülötte még egy másik kisebb, ilyen szintén nem tányér alakú test, nevezzük holdnak. Alapvetően így, ugye, amit látni kell így, gyakorlatilag kapunk egy termodinamikai rendszert, ami gyakorlatilag egy labda, ami kering egy hőforrás körül, tehát forog és körbe is kerüli. Mondjuk azt, hogy elhisszük, hogy ez egy ilyen geoid alakú, vagy nevezük gömbnek, hogyha az úgy egyszerűbb, és ugye ezt a gömböt éri ugye a napsugárzás, és ugye a hőt lehet közölni ugye sugárzás által, vagy hővezetéssel is, de nyilván mivel ugye a nap sugároz, gyakorlatilag a teljes elektromágneses spektrumba, tehát ez így sugárzás által kap ez a forgó gömb energiát a napból. Na most ez az energia, ez nyilván azt a felületet, ami merőleges, mondjuk úgy kvázi merőleges a napra, ott jobban éri. A másik része, nevezzük a sarki régióknak, ott laposabban esik be a nap, vastagabb légkörön kell, hogy átmenjen, így ott nem melegszik annyira. Így kapunk egy labdát, ami forog, a közepét melegítjük, a két vége meg hideg. És
Ez az egyik olyan dolog, ami szabályozza a körfolyamatokat a bolygónkon. Az egyik körfolyamat az egy viszonylag lassú. Ez a tengerek és mély óceáni áramlatok az úgy történik, hogy az egyenlítő környékén felmelegszik a víz, fölmegy ugye a poláris régiókba, és onnan meg lejön, alul tolja lefelé a hidegvizet mély tengeri áramlások formájába. Ugye ez a termohalin áramlás, és ez egy nagyon lassú körfolyamat, viszont ez felkeveri a tengerekben a különféle anyagokat, megkeveri a tenger, tehát nincsenek leülepedve dolgok. Azaz, hogy ez nem teljesen igaz, mert vannak úgynevezett halott régiók a tenger mélyen, az azt mutatja, hogy ez az áramlás nem jut el mindenhova. Nem fordítja meg a tengernek minden pontját, ezért vannak halott régiók, ahol egészen egyszerűen azért nem marad meg semmi, mert életképtelen a környék. Ez azt mutatja, hogy ez a termohalin áramlás ez akadozik. A másik dolog, ami történik, hogy ugye a légkör is melegszik, és manapság divat szidni a melegház hatású gázokat, ugye mindenki kedvence a széndioxid, szénmonoxid, sőt mindenki utálja, de most alapvetően ezeknek az anyagoknak a légkörben örülnünk kell, mert hogy ha ezek nem lennének, akkor úgy járnánk, mint egy hidegebb bolygó, mondjuk a Mars, ahol hideg van. És azért nincs hideg itt, mert hogy a napfény bejut, aztán visszatükröződik, és aztán megint visszatükröződik, mint egy üvegházba, és nagyjából ezeknek a gázoknak ez a feladatuk. Nyilván hozzá tudunk járulni, hogy ez nagyobb mennyiségben legyen a légkörbe, viszont ennél sokkal komolyabb hatásokat tudnak kifejteni például a vulkánkitörések, főleg a nagyobb vulkánkitörések, amikor nagy mennyiségű ilyen üvegházhatású gáz, elsősorban széndioxid jut a légkörbe. A másik dolog ugye, hogy a légkört is melegíti a nap, nyilván az egyenlítőnél melegebb, és a sarkokon meg hidegebb a levegő. Ezért van egy ilyen sarkok felé történő körkörös áramlás, ugye, és itt a két földgömb, vagy két félgömböt zónákra lehet osztani. Egyszerű van a Henley áramlás, tehát a Henley cella, a Ferrel cella és a poláris cella, ugye ez mind a két irányba megvan. Ezek ilyen sávok. És van benne egy ilyen ciklikus körfolyamat, tehát amikor lentről, tehát a meleg levegő fölszáll, a hideg levegő meg leszáll, és akkor ez a körfolyamat ez így megy ezekben a cellákban, körbe-körbe. És ezek azért ilyen zártak egymáshoz képest, mert ez a gömb, mint amit már említettem, ez forog. És nyilván, hogyha veszünk egy gömböt, és azt elkezdjük forgatni egyenletes tengelykörüli sebességgel, lassabban forog ugye a sarkoknál, mint az egyenlítőnél. Nyilván ez egy sebességkülönbséget okoz. A légköri mozgásoknak nagy részét ez okozza, hogy ez a gömb ez forog. És ugye miért vannak ezek a sávok, kérdezhetnénk, hát miért nem forog egybe az egész? Azért nem forog egybe az egész, mert ugye rettenetes sebességkülönbség van a sarkok meg az egyenlítő között, és míg a sarkoknál tud lépést tartani a bolygó forgásával a légkör, addig az egyenlítőnél nem. Mert hogy telített vízgőzzel, mivel hogy ott párolog a tenger, az óceán, így telítődik. És lelassul, mert nehezebb lesz. Így ezáltal ezek így elszakadnak egymástól. Ha laminális lenne az áramlás, akkor ezek szépen eláramlanának egymást, és zárt kis rendszerek képződnének egymás között. De nem lamináris, hanem turbulens, tehát ezek így keverednek. Ezeket, amikor keverednek a határvonalakon, ugye a futóáramlások, mert ugye ezeket futóáramlásoknak hívjuk, mert körbe futnak a bolygón, ugye azok a futóáramlások, amikor keverednek, akkor jelennek meg a ciklonok, anticiklonok, stb. Amikor a levegő elkezd keveredni, ugye akkor történik ugye ez egyrészt ez a körkörös áramlás, másrészt ez a lefőáramlás. Ebből adódik az, hogy beindul egyfajta hőerőgép, amikor le akar jutni a hideg levegő, föl akar jutni a meleg levegő, viszont az egész dolog forog, így elkezd spirális irányba lefele áramolni a hideg levegő, miközben a meleg levegő fölfele áramlik. Ha föláramlik, ugye rettenetes hideg van kint a világűrben, amit tudjuk, hogy a geocentrikusok szerint nem létezik, de attól még ott hideg van. És ott lehűl, akármilyen meleg levegő nagyon hirtelen lehűl. Tehát akkor abból megint hideg levegő lesz. Ez megpróbál lejutni,
míg a meleg levegő följutni. És ilyenkor kialakulnak ilyen hatalmas nagy felhőrendszerek, ahol ez a lefele áramlás a spirális irányba megy. Ezek a ciklonok vagy anticiklonok, és nyilván amikor ez túlzásba viszik, akkor alakulnak ki az olyan dolgok, mint a tornádó, meg a hurikán. És ugye ezek nagyon nagy hatással vannak. Amit nehéz felfogni az, aki csak pici régióban nézi a Földnek az időjárási történeteit, tehát mit tenni, Magyarország időjárás, az nem látja, hogy tulajdonképpen az a felhőzóna, ami elhaladt felettünk, az egy ilyen hatalmas ciklonrendszernek csak egy ilyen kis karja. A kilógó kis ágacskája, ami elhúzódik felettünk, mert hiszen ez egy hatalmas területen, tehát ugye a Földnek, hogyha gömb alakú lenne, akkor durván 13 ezer kilométer lenne az átmérője. Tehát ez azért egy nagy területen terül el. Hatalmas területeken mozognak ezek a hatalmas légtömegek, és ugye szállítják a hideget meg a meleget, tehát ugye a rendszer ki akar egyenlítődni, a hideg meleg akar lenni, a meleg meg hideg akar lenni, és egy egységes hőmérsékletet szeretne csinálni, de nyilván mivel, hogy folyamatosan energiát közlünk vele, míg a sarkoknál meg energiát vonunk el tőle, ezért ugye ez az áramlás, ez folyamatos. Viszont ami a gondot okozza, és mi a klímaváltozás valójában? Valójában az, hogy ez a folyamat, ez soha nem állandó. Ez egy önszabályzó folyamat, maga a rendszer mindig próbálja magát kiegyenlíteni. Ha a hőmérsékletkülönbség nagy, akkor a rendszer gyorsabban működik. Ha a hőmérsékletkülönbség kicsi, akkor a rendszer lelassul. És értelemszerűen ez okoz bizonyos időszakokat. Jelen pillanatban intergraciális időszakban vagyunk, tehát két jégkorszak között. Sőt, inkább jégkorszakból kifele menően. Ezt azért tudjuk, mert bár egyesek szerint nincsen, ahogy történelem, és nem voltak dinoszauruszok, de valójában voltak, és azt is tudjuk, hogy az antarktiszi régióban konkrétan éltek dinoszauruszok esőerdőkben. Ez annyit jelent, hogy sokkal-sokkal-sokkal melegebb volt ott, és akkor a klíma. És nyilván ugye a földrészek vándorolnak, ez most poláris régióba került, ugye a déli régióba. Az északi poláris régióba pedig folyamatosan hideg van, mind a két régióba hideg van. Ez az úgynevezett hatalmas légtömeg, ami most jelen pillanatban nagyon befolyásol minket, ugye az úgynevezett poláris vortex, ez egy forgó légtömeg, ami követi a bolygónak a mozgását, és forog. Ezt határolja a poláris futóáramlás, ugye ez a poláris cella önmagában, és normál esetben ez a poláris futóáramlás, ez így bent tartja ezt a hideg levegő tömeget a sarkoknál. Igen ám, viszont amikor megzavarja a poláris futóáramlást az alatta lévő ferelcella, ugye akkor ez megbomlik. És azok a poláris, iszonyatos hideg levegők, ezek kizúdulnak. Ilyenkor van az, hogy ugye beszélnek a meteorológusok hidegbetörésekről, meg hidegbeömlésekről. Ez okozza azt, hogy Floridába esik a hó, meg ez okozza azt, hogy nyilván a másik oldalon meg más hatása van, akkor máshol meg hőhullám van. Most mi a hatása ez ennek az egész rendszernek a megbomlása a mi életünkre? Tehát mi egy nagy egésznek a része vagyunk, tehát hogyha megbomlik a körfolyamat, megbomlik a hőáramlás, megbomlik a folyadék fel- és leáramlás, megbomlanak a felhőrendszerek, akkor ugye az olyan hatással van, hogy nyilván azt mi érezzük. Más részeken több a víz, és más részeken több az eső. Nálunk meg kevesebb. És nyilván, hogyha megnézzük, leginkább a sivatagoknak az elhelyezkedése, az nyilván ezeknek a zónahatároknak a környékén van, viszont mi itt kontinentálisak vagyunk, hegyek vesznek körül, viszonylag nagy földtömegek, tehát hogyha a víz a tenger felől, az óceán felől nem jut fel idáig, akkor itt nem nagyon lesz. És nyilván a folyószabályzások, meg a különböző effektusok, amik azt eredményezték, hogy a talajvíz mennyisége csökkent, és egy korábbi előadást már másoktól hallhattunk ebbe a témába, ugye ez nem fog kapni utánpótlást. Hogyha nem kap utánpótlást, mert hogy ez a vízkörfolyamat ez globálisan megbomlik, annak az a hatása, hogy azt meg fogjuk érezni. Itt sivatag lesz. Nem az a kérdés, hogy lesz-e, hanem az a kérdés, hogy mikor. Az egy másik kérdés, hogy tudunk ellene tenni egyáltalán, illetve hogy kellene tenni egyáltalán. Mert ugye akármennyire is befolyásolja az ember az időjárást, ez egy önszabályzó folyamat. Tehát
a maga a termodinamikai rendszernek egyetlen egy szabálya van, egyensúlyra törekszik, és egyensúlyra fog törekedni. Ha megbontjuk a körfolyamatokat, akkor a körfolyamatok magukat fogják visszaszabályozni. Ezt úgy kell érteni, hogyha felolvasztjuk a sarki jégsapkákat, akkor annak az lesz a hatása, hogy megállnak azok a nagyon lassú, mélytengeri körfolyamatok, és hogyha ezek megállnak, akkor az a régió, ami eddig kellemesen langyos volt, azért, mert a trópusi vizek föl tudtak jutni a felszínen, és felmelegítették, egyenlítették ezt a hőkülönbséget, ugye ez megszűnik. Ha ez megszűnik, akkor a hideg még hidegebb lesz, a meleg meg még melegebb lesz. Ha a meleg még melegebb lesz, akkor még nagyobb lesz a párolgás. Ha nagyobb lesz a párolgás, akkor nagyobb lesz a víz mozgása. Ha a víz mozgása nagyobb lesz, akkor eljut a hideg régióba meg leesik. De nem esőként fog leesni, hanem hóként meg jégként, vagyis elkezdődik egy jégkorszak. És nem az az érdekes, hogy globális felmelegedés lesz, hanem rövid távon itt most szárazság lesz, itt ez nem kérdés, de az elmúlt néhány éveknek a folyamatát azt mindenki egyértelműen látta, viszont hosszú távon ennek az lesz a hatása, hogy itt rettenetesen hideg lesz. Ugyanis amikor legutoljára komoly jégkorszak volt, akkor bizony a gleccserek idáig értek. Tehát azok a sark és jégsapkák, ami most a sarkon van és olvad, az leért egészen idáig a Kárpát-medencéig. Na már most a jégsapka az jégsapka, tehát ott nem mínusz 10 fok van, ott mínusz 30 fok van, ad abszurdum mínusz 70. És az marha nehezen fog fölmelegedni, viszont hogyha ez a rendszer így visszaszabályozódik, és a meleg még melegebb lesz, a hideg meg még hidegebb lesz, akkor az növelni fogja ezt az egész körfolyamatot, tehát a körfolyamat megpróbál visszaállni. Itt az a kérdés, hogy itt leszünk-e még, amikor a körfolyamat helyrehozza saját magát. Hogy mit tudunk mit tenni ez ellen? Nagyjából semmit. Meg lehet próbálni befolyásolni a légkört, meg lehet próbálni mesterséges felhőket gerjeszteni, művileg lehozni az esőt, ugyanakkor túlságosan kicsik vagyunk emberként és emberiségként ahhoz, hogy befolyásolni tudjuk érdemben a bolygónak a nagy folyamatait. Ezek helyre fogják hozni saját magukat. Idő kérdése. Mint ahogy helyrehozták már a történelem során rengetegszer. Folyamatosan változnak ezek a fagyott és felolvadt időszakok, és mi emberek vagy alkalmazkodunk, vagy nem. Ha nem alkalmazkodunk, akkor úgy járunk, mint a mamut. Vagy úgy járunk, mint a dinoszaurusz, hogy kipusztulunk. Mit tehetünk itt? Csak azt, hogy úgy próbálunk meg gazdálkodni, hogy maradjunk biogazdálkodás mellett, ugyanakkor szakadjunk el attól, hogy mi függünk attól, hogy milyen kertészkedést folytatunk a rákényszerítve a légkör által. Mire gondolok itt? Itt van egy nagyon jó példa Misinek a Valipinie, az egy zárt rendszerű ökoszisztéma. Nem teljesen zárt, félig nyitott, de megvan az a mikroklímája, hogy teljesen független attól, hogy kint mennyire van túlságosan meleg vagy szárazság, hiszen zárt rendszerű vízkör folyamata van. Önmagában zárt, védett a külső behatásoktól. És nyilván, hogyha ebbe az irányba megyünk, akkor kérdés az, hogy mennyire biogazdálkodás ez még. De miért is ne segíthetnénk be a természetnek? Hiszen, hogyha nem teszünk semmit, akkor viszont arra kell felkészülni, hogy itt a rövid távon itt szárazság lesz. Itt jelen pillanatban az erdőségek eltűntek, mert ezt nyugodtan ki lehet múlt időben jelenteni. Azt is elmondhatjuk, hogy jelen pillanatban ilyen félsivatagos sztyeppés, cserjés puszta van, viszont a folyadék és a csapadék még kevesebb, tehát ez tovább fog elmenni az elsivatagosásnak az irányába. Nagyon érdekes dolog az, hogy ez mennyire gyorsan történik, mert gyorsan történik, és nyilván hatással vagyunk rá. Ugye itt vagyunk Cegléden, nem tudom ki az, aki Ceglédi, de van például Ceglédnek a túlsó végén az úgynevezett csíkos szél. Az nem csikós szél, hanem csíkos szél. Azért csíkos szél, mert valamikor a réti csíkot ott gyűjtötték. Azért tudták ott gyűjteni a réti csíkot, mert volt víz, és mivel volt víz, volt réti csík. Most nincs víz. Annyiból lehet látni, hogy ott valamikor volt víz, hogy még imittam ott van nád. De már víz nincs.
És nyilván ezen el lehet gondolkodni, hogy még az én édesapámnak az idejében, mikor gyerek volt, ott még gyűjtötték a réti csíkot. Az nem olyan régen volt. Tehát azért ebben a szempontból az 50-60 év az nem sok idő. És bizony ez ennek az az érdekessége, hogy nyilván a bolygónak is van egy történése, ami teljesen természetesen és teljesen normális, viszont ezzel az emberiség, hogy minden áron kontrollálni akarja, beleavatkozik. És itt gondolok itt az időjárás szabályzó rendszer, amire azt mondják, hogy nem szabályozza az időjárást, ugye, és nevezzük jégkár elhárító rendszernek, vagy azzal, amikor azt mondják, hogy hát megnöveljük a légiforgalmat, mert ugye a légiforgalom növelésével a kondenz csíkokból mesterséges felhők lesznek, csökkenti a belső napfénynek a mennyiségét is nyilván. Amire azt mondom, hogy igen, de biztos, hogy piszkálni akarjuk ezt a rendszert. Biztos, hogy bele akarunk nyúlni. Biztos, hogy olyat akarunk csinálni, ami esetleg megfordíthatatlan már a mi életünkben és a jövő generáció életében. Mert hogy a folyamat meg a maga a rendszer ki fogja magát egyenlíteni, mert ez nem kérdés. Itt az a kérdés, hogy mennyire siettetjük meg, mennyire nyúlunk bele, és mennyire tesszük saját magunknak élhetetlenné a világot. De hogy nem mindig csak negatívumról beszéljek, igazándiból mindenki azt szokta erre mondani, hogy hát de mit tehetek én? Mit tehetek én azért, hogy ne legyen klímaváltozás, vagy globális felmelegedés, ahogy egyesek mondják? Mit tudok én tenni? Mit tudsz tenni? Nagyon egyszerű. Nézd meg, hogy mi okozza valójában. Mert nem a lakossági áramfogyasztás, nem is az lakossági autóhasználat, az ipari gázok, az ipari gázfogyasztás, az ipari füstkibocsátás, az az, ami alapvetően okoz mindent. Mindent szeretünk beszélni karbonlágnyonról, meg mindenféle ilyen légből kapott dologból. Gyakorlatilag a lakosság különösebben nem zavar ebbe bele. Az ipar zavar bele. Az ipar mivel zavar bele? A fogyasztói társadalom kiszolgálásával. Tervezett elavulás, meg mindenből mindig vegyünk újat. Kérdem én, miért? Kell? Nem tudunk nélküle élni? Azt tehetjük ellene, hogy tudatosan élünk, és nem azzal élünk tudatosan, hogy külön teszem a műanyag zacskót, hanem azzal tudom tudatosan élni, hogy nem veszek műanyag zacskót. Nem veszek meg egy terméket csak azért, mert műanyag zacskóban van. Nem veszek meg egy terméket csak azért, mert gyakorlatilag ez nem egy tartós használati cikk. És lehet, hogy a másik többe kerül. Lehet, hogy a biomódon előállított élelmiszer többe kerül. Lehet, hogy nem hat rá az ársapka, meg a többi ilyen történet, de én tudatosan azt akarom, hogy olyan emberek, akik saját kezem munkájával nem szennyezve a környezetet előállítson tartós használati terméket, akkor én azt veszem. Ezzel tudok hozzájárulni ahhoz, hogy azok a folyamatok leálljanak, mert hiszen ez egy természetes folyamat, szintén piacgazdaságnak hívják. Akkor fognak gyártani valamit, amíg van rá fizetésképes keresztül. Ha a kutyának sem kell, akkor nem fogják gyártani, mert nem éri meg. Mivel tudod befolyásolni? Úgy, hogy tudatos vagy. És úgy vagy tudatos, hogy valóban végig gondolod, és valóban azt csinálod, amivel te hozzá tudsz járulni. És te tényleg sokat nem tehetsz, csak azt tedd meg, amit te megtehetsz. Nem a bolygót kell megmenteni, csak te legyél abban a tudatban, hogy amit te megtehettél, azt megtetted. És ha te is megteszed, én is megteszem, és ti mindannyian megteszitek, és minden ismerősitek megteszi, akkor nem lesz gond. Minél többen teszünk úgy, hogy az jó, annál inkább lesz hatása. Egy embernek nincs, sok embernek van. És ezt, ha fölfogjuk, és gondolkodunk, nem csak vesszük a híreket, akkor tudunk változtatni. De csak így, és csak együtt. A nem teljes formációból a Neonhal fog néhány új dalt elénekelni. Mindenki talál ilyen pillanatokat, amikor eljön majd a pillanat, mikor az agy kicsit kihagy, így kezdődik a dal. Janó például akkor szokta ezt, amikor valami hülyeséget mondunk. Várja, fogom a röhögök.
Szóval sötét kezdés után azért vagy világos véget érünk. Eljön majd a pillanat, mikor az agy kicsit kihagy, s fényes karikák táncolnak lehúny szemhéjaid alatt, míg a felszínre tornázod magad. A milliárd útból egy van, amin végig kell menned, csak a tűz, ami űz, ne hunjon ki benned. Ez már az ezredik esély. Nem kell, hogy minden elmesélj. És van, hogy jobb, ha beszélsz, csak érezd és élvezd, hogy végre élsz. A milliárd útból egy van, amin végig kell menned, csak a tűz, ami űz, ne hunjon. Savanyú szósz. Ez nagyon jó, ez nem fog annyira csinálni. Ilyen csinálni. Jó, fúval, lesz nem. Így belenyúl, és akkor most kamilla. Marha nehéz. Tehát akkor, amikor a kettő egymás mellett van, és tudod, hogy az egyik kamilla, az úgy csak. Mikor tudod ezeket megcsinálni? Szia! Bori. Minden nagyon cuki. Szóval vigyázz, nem kérek semmit, de vigyázz. Na, Bori. Annyi, hogy az, ami félre van téve, az már elfelt. És azt mit cserélted? Bessze. Mire? Oltóvesztőre? Ez mi? Mi az? Ez ilyen, szerintem paradicsom. De nagyon jól néz ki. És el is fogod vetni? Igen, befalántázom, segítem.